Madárfüttyő, szép reggelt kívánok, kedves nézőink! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, ahol egy kicsit... Hát úgy, érez, úgy, érzem, hogy elérkezett az idő egy következő összegzésre, egy következő helyzetjelentésre, mi a helyzet velem, merre felé tartunk, mit fogunk csinálni, mit gondolok a világról, és úgy általánosságban beszélgessünk egy kicsit. Alapvetően, ugye ez alapvetően az a szó, amit megpróbálok nem olyan gyakran használni most már. Nagyon sok minden történt velem idén, tavaly és tavaly előtt. Ez elmúlt három év, ez nagyon durva. Akik követik a csatornát, és valamennyire akár még Facebookon is ismerőseim azok nagyjából, Tudják, hogy mikre gondolok. Ugye volt, illetve van a gyermekemnek egy, egy betegség, ami nem feltétlen komoly dolog egyébként. De még egy eléggé elhúzódó gyógyulási folyamaton veszünk jelen pillanatban részt. Itt most azt kell elképzelni, hogy nem mehet mindent. Tehát egyetlen drága szívem levente. Ő gyakorlatilag semmit nem el Tehát tejet, sajtót, ö, ö, semmilyen, semmilyen olyan dolgot, ami, ami allergiás reakciót válthat ki bármiből. És ezt most, tehát ezt másfél hónapja csináljuk, 6 hete, talán már nyolc is. Igazából ezt a, ezt a fajta étkezést, és. És. És ez eléggé megviselt, főleg az eleje ennek a, ennek a betegségnek, nem tudtuk, hogy mi, mi, a helyzet. Aztán ugye öm, előtte is ö, előtte ugye megszületett a lányom pár hónappal. Előtte ugye na mindegy, voltak, voltak problémák nem mindegyikről tudtok, sokról tudtok, sokról nem tudtok. Mindig amikor amikor van egy kis probléma, amikor az élet, tehát a való, való világ nem az in-game uh, világ uh, problémázik, hanem a való világ egy kicsit problémázik, akkor mindig mindig egy picit uh, picit háttérbe szorul a, a csatorna. És ilyenkor mindig egy kicsit lelkiismeret furdalásom van. Látom a számokat zuhanni. Látom az előfizetők nem jönnek. Persze miért is jönnének, hiszen, hiszen tényleg gyakorlatilag az elvárató minimumot hozom ilyenkor, ilyenkor mindig. És hát most is ugye, mit tudom, elmentünk nyaralni. Jó, ez mondjuk egy éppen egy örömteli dolog volt. De, de annyiban, annyiban, annyiban hasonlatos, hogy, hogy itt is a, itt is a az én családi életem, illetve a való világ szólt bele a dolgokba. Az elmúlt hónapokban történt egy olyan, hogy mi egy kis lakásban élünk Pest megyében egyébként, és hát mivel megszületett a lányom, meg a fiam, úgy gondoltuk, hogy szépen lassan felkészülünk arra a lehetőségre, hogy egyszer csak el kell ebből a kislakásból menni, és egy olyan házba, házikóba kell beköltözni, ahol van valami picike kis kert, hogy a, esetleg egy kölkök, hogyha csánk egy háziból itt, akkor lehessen szalonnát sütni. A lánynak és a fiúnak ne egy szobája legyen, hanem külön-külön szobája. Persze ráértünk volna ezzel, és tudtuk minden, mindannyian, a feleségem és én is tudtuk, hogy ez nem feltétlen sürgős. Ezért úgy gondoltuk, hát mégis csak itt körülnéztünk egy pillanatra, kicsit jó ez a piaci helyzet, úgyhogy elpatintjuk a lakásunkat. Jó drágán. Meghirdettük jó drágán. Gondoltam majd fél év múlva jön valaki, aki majd ránéz erre a kis kecóra és az történt, hogy egy hét alatt elvitték. Ide jött az ember, azt mondta, szavasz, itt a lecsó. Hát mi nagyon megrémültünk, az, az igazság, és hát őrült iramba és kapkodásban elkezdtünk házat keresni, és nem volt. Tehát ebben a városkában, ahol mi éldeg élünk, egyébként Budapesthez tényleg közel, nem volt olyan házikó, amit a mi igényeinknek megfelelt volna, már Próbáltunk egy kicsit messzebb is menni, de végül egy ismerősöm, aki egyébként ilyen generál kivitelező, felhívtam és mondta, hogy igen, srác, pont most fogok majd építeni, illetve van két telkem, ahol szeretnék építeni, eljössz, megnézed, átbeszéljük, és amelyiket kiválasztod, arra fogunk most építeni, akkor házikót. Megegyeztünk nagyjából az árban, igazából semmit nem tudunk még a, még a, még a házikóról, de tehát csak így szóban mitől példákat mutatott. És hát végül is egymás tenyerébe csaptunk. Ugye a legnagyobb probléma ezzel, hogy gondolhatjátok, egy házikó fölhúzása mondjuk nem úgy történik, hogy, hogy egyik napra a másikra. Főleg, tehát egy ilyen, hát, hogy kicsit komoly szavakat is használják gazdasági környezetben, ahol gyakorlatilag tényleg a kutyának a házát el lehet adni két perc alatt, Ilyenkor nem úgy van, hogy a vállalkozók nem arra várnak, hogy bár csak nekem, bár csak hagymának építhetnék egy, egy házikót. Úgyhogy hát ő sem, ő sem, ez a típus volt. És az, az igazság, hogy decemberre ígéri, hogy kész lesz. Én nem hiszek benne. Nem hiszek benne, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki. Ezt a lakást, ahol most lakunk, ezt júliusban el kell hagynunk, és hát, mit tesz Isten, vissza kell költözni egyetlen drága édesanyámékhoz, ugye ez nem feltétlenül lesz könnyű, így a gyerekekkel, meg nevelés, meg félek előre, hogy mi lesz, beleszólnak-e majd rászólnak olyan dolgokra a gyerekre, amikor én, amit, amire én nem szólnék rá, vagy esetleg olyan, dolgokra nem szólnak rá, vagy olyan dolgokra nem szólnak rá, amire rászólnék. Ugye két, mint kisgyerekkel élni azért nem leányálom. Tehát úgy értem, hogy én nagyon szeretem a gyermekeimet, és mindent megtennék értük, de derékig járunk a játékokban. Ugye hozzánk szólnak, nincs nyugalom, menni kell, sétálni, szaladni, őrültködni, és ez, ez azért itt eléggé rányomja a bélyegét majd erre az együttélésre. És ugye ez azt is jelenti, hogy kb. fél év, öt hónap minimum, amíg, amíg édesanyámák nem fogunk lakni, és két lehetőség van. Isten igazából. Az egyik lehetőség az, hogy mivel édesanyám még sokkal többet fognak tudni foglalkozni a gyerekekkel, ezért nekem egy kicsit több szabadidőm, több pihenési időm marad, és sokkal több videót fogok tudni csinálni, sokkal több streamet fogok tudni csinálni. A másik lehetőség pedig az, hogy nem fogunk tudni olyan helyet kialakítani magamnak, ahol kényelmesen tudok videózni, és ezért sokkal kevesebbet fogok csinálni. Nagyon félek ettől, hogy mi lesz, megmondom őszintén. Nektek nyilván egy csatorna ez, amire fel vagytok iratkozva a sok közül, és teljesen érthető módon igazából a, a leiratkozásra rákattintasz, hogyha mit jön négy öt olyan videó, ami, 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 esetleg nem a te zsánered, vagy nem. De nekem ez a egyetlen, egyetlen csatornám, ahol én, ahol, én, ahol én videózok, kisebb-nagyobb sikerekkel és nagyon féltem, nagyon féltem, hogy, hogy, mi lesz ez alatt, az időszak alatt. Isten igazából. Majd meglátjuk. Egyébként kicsit más téma. Ugye biztosan tudjátok, hogy, hogy vannak a videós játékok, amikor olyan ját, a amikor a videónak játszok, és, vannak olyan játékok, amit magamnak vagy a barátaimmal játszok, ezt általában nem szoktam fölvenni, illetve nagyon ritkán. most ez egy picit meg fog változni, illetve tervezem megváltozni. Nem véletlenül forog itt a háttérbe, itt a World of Tanks nevezetű játéknak a... hát nem is tudom, menüje ez. És... Bizony, ezzel szoktam mostanában elütni az időt. Hát, csinálunk szerintem majd róla pár pár videócskát, illetve visszatérünk mindenféleképpen ahhoz a rendszerhez, a, ami, ami, a hetente egy új játék bemutatás. Hetente egy videó, és mondjuk kész stream, és akkor, és akkor, és akkor, négy, négy, négy tartalom jelenik meg egy héten. Hétfőn lesz egy stream, kedden lesz egy videó, szerdán lesz egy videó, csütörtökön egy stream. Hát, vagy lehet, hogy az egyik videót átrakjuk hétvégére, majd meglátjuk. Minden esetre egy kicsit itt bele kell húznom, mert tényleg az elmúlt időszak, megmondom őszintén, hogy amikor elértük ugye február végén, vagy február, hát februárban, nem, március, márciusban, ugye egy hónapja, másfél hónapja elértük az ezer feliratkozót, akkor olyan elképesztően szaladta a Szaladt a csatorna, hogy valami őrület. És uh, csodálkoztam, és néztem körül, hogy mi az anyám van. És persze megszoktam ezt a hullámzását a YouTube-nak egyébként, ami valószínűleg abból adódik, hogy nagyon sok tartalom van rajta, amit, uh, amit uh, prioritásban előre kell helyezni, és akkor ez néha az enyém kerül előre, tehát vannak időszakok, amikor mint én egy, -egy csatorna, például az enyém így előtérbe kerül, akkor többet reklámozza, többet dobja föl, és vannak olyanok, nem. Most éppen egy ilyen olyan korszakban vagyunk, amikor éppen nem annyira, úgyhogy itt most egy kicsit bele kell húznom, úgyhogy több videó fog megjelenni. Igyekszem, igyekszem tényleg több live-ot is csinálni, adhok live-ok -ok lehet, hogy lesznek. Hát majd meglátjuk mindenféleképpen, hogy, hogy mi lesz. Illetve az egyik nézőm tanácsára megpróbálkozok ezzel a vlog dologgal. Megpróbálom azt uh, csinálni, hogy uh, nagyjából hetente egyszer uh, fogom Fogok egy ilyen vlogot csinálni először. Meglátjuk. Meglátjuk, nem akarok ígérni semmit, meglátjuk, milyen mennyire lesz erre igény. És ezt a, ezt a vlogot akár most el is kezdhetjük igazából, és az elmúlt hétről lesz szó. Ugye hát az elmúlt héten gyakorlatilag én, én nyaraltam, Ö, illetve hát ilyen tavaszoltam igazából. Ö, hol is voltunk, mindig elfelejtem azt a azt a város nevét, valamiért mindig ki, uh, kiesik a fejemből. Pedig mindjárt egyetlen másodperc, és fogom neketek mondani, hogy. Hol oh, van? Ja, Zalakaros. Tehát, Zalakaroson voltam, és uh, hát ott igazából a anyósom még hívtak meg minket. Uh, egy, egy, ilyen tavaszolásra. A szállást fizették, de mondjuk... <kül> hát nem nagyon voltam megelégedve egyébként a szállással, amikor ez egy ilyen, nem is panzió igazából, tehát itt, itt ez ilyen, itt van konyha, minden szoba az tartozik egy konyha, és akkor nincs reggelit, te magadnak a reggelit, ez egy nagyon olcsó megoldás, tényleg nagyon igényesen volt ki e, megcsinálva egyébként maga a szoba, meg a szálloda, csak ilyen pitiáner volt, tehát mit tudom én, hogy mit, a Levente eltölt egy poharat, és akkor 190 forintot ki kellett fizetni, és én agyvérzést kapok. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha ott hagyunk egy rakat pénzt, tényleg, akkor ne a 190 forintot, ne fizetessék meg ki a pohárral, mert szétvet az ideg. Na mindegy, úgyhogy, úgyhogy a Zalakarósba és a Park In szállodába mentünk egyébként, tehát ilyen fürcsizni, az egy elképesztően hatalmas uh, szálloda, és a mi kicsi, mi kicsi pici mentünk át oda. És akkora, akkora élményfürdő van ott, te jóisten! Hát a levente, imádta, szaladgárt mentünk, van akvárium, csúzda, labdázás, így folyik a víz, úgy folyik a víz, így spriccelünk, úgy spriccelünk. Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztük egyébként a helyzetet. Sajnos. Uh... Az anyosomék uh, igazából ők nem tudtak annyira részt venni ezen a, ezen a, ezen a bulin, mert uh, annak ellenére, hogy ők hívtak meg minket, és ők is ott voltak, nekik voltak mindenféle ilyen, ilyen speciális, mint egy reumára, valamilyen gyógyfürdős, masszásos megoldások, tehát ilyen programokkal ők tele voltak. Hát mi nagyon jól el voltunk. Szépen autópályára lementünk itt a kocsival, úgyhogy nagyon vidámak voltunk. Egyébként, hát szerintem ezt a videót lehet meg is jelentetem ma. 20, hát ma már nem, mondjuk holnap, tehát vasárnap fog megjelenni ez a videó, és tegnap, tehát szombaton olyan kettőre értünk haza, nagyon vidám voltam. Viszont, hogy egy kicsit gaming részre is menjünk át, még mindig nyújtom a World of Tanks-ot, ugye, ahogy már említettem, elképesztő módon próbálok minél jobb eredményeket elérni. Megmondom őszintén, hogy az történik ezzel a játékkal, hogy tényleg egy éles váltásba átmenjünk ebbe a gaming témába, hogy én nekem a PUBG a barátaimhoz viszonyítva tényleg jól ment. Nem azt mondom, hogy sokkal jobban, azt mondom, hogy én elég sokat játszottam vele, és, és jól ment. De ők nagyon szeretnek World of Tankshozni, És annyira nem szeretnek pubg -zni. És én a PUBG, World of Tankshoz annyira bimbó vagyok. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy körülbelül mondjuk egy, egy játékos, aki úgy nagyjából sokat játszott, az 10.000 csatát mondjuk lement. Ez elképesztő hosszú idő egyébként. Mondjuk, hogyha átlagos 8 perccel nézed, ugye akkor az értelemszerűen 80.000 uh, perc, ami mondjuk 1300-1500 órás játékot jelent. Nekem ebben a játékban 7000 csatám van, tehát már nem nagyon kevés, de, de még nem az a teljesen profi szint. Viszont nagyon-nagyon nagy problémám az, hogy, hogy az első 5000-6000 csatát gyakorlatilag tényleg elrontottam. Nem értettem a játéknak a mechanikáját, egyszerűen csak arról szólt nekem a játék, én már a legesleg elején regisztráltam erre az ingyenes játékra, és amikor kedvem lett, mint te, mentem 100-150-200 csatát, kiléptem, eltelt két hónap, megint mentem, tettem, valami, tehát 10-ből 8-ból nem is sebeztem, és gyakorlatilag olyan rossz statisztikai eredményeket értem el, hogy az nagyon borzasztó. Öcsém és a Krisztián barátom, aki ugye néha megszokott szokott jelenni itt a csatornám, ők meg sokkal jobban játszanak nálam. Öh, öcsém is jobban játszik, de Krisztián nagyon durván, tehát tényleg, tényleg nagyon durván játszik, és annyira zavart az, hogy én teljes idiótán, bután és, 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 és hasztalanul játszok ezzel, mikor láttam, hogy, hogy hogyan is lehet ezzel még játszani hogy elhatároztam, hogy, hogy ezen változtatok, és hát annyiban sikerült egyébként, hogy mondjuk az elmúlt 300, elmúlt 500 csatának a, az átlaga, az azért, már, az azért már ilyen átlagos játékos teteje, vagy talán egy picit jobb a, az eredményem. Nem sokkal, de mondjuk egy ilyen erős átlagos játékos lettem ami számomra egyébként hatalmas élmény, és ezt mind két hónap játék, két hónap megfeszített tudatos játékkal értem el. még van öt nap prémium játékból, ezt mindenféleképpen ki fogom használni, illetve van 1020 aranyam, és erre is még, hát még egy hónapot még mindenféleképpen rá fogok áldozni, és akkor meglátjuk, hova érünk el. De ezt tényleg ezt ilyen, egyébként ilyen videón kívülinek szánom, valószínűleg egy-két videót fogok belőle csinálni, aztán, hogyha érdekel titeket, hogy éppen miről van szó, akkor egy kicsit jobban belevettem magam. Ugye érdemes mindenféleképpen még pár szót említeni a héten beszerzett gyönyörűségeimről. Először is, ja, Paladins föltelepítettem, ha, és beléptem fortnite -be, és játszottam egy meccset. Nem mondom meg milyen eredménnyel. Egy embert megöltem. Az egészen biztos. De teljesen más, mint a PUBG. Jézus, Atya, Úristen. Minden esetre, ugye nemrég jelent meg a csatornán a Judgment Apocalypse Survivor Simulation. Ez egy ilyen, hogy is fogalmazok, hogy is fogalmazok, ilyen, ilyen túlélős bázisépítős pixelgrafikás játék, ami egyébként borzasztó jó, nagyon, lassan fejlődik, viszont van hozzá Steam Workshop, ahonnan egy csomó kiegészítőt le lehet tölteni, ha kiáncsoljuk, vagy ki vagytok rá, majd megmutatom. Házat kell építeni, megmenteni ott az embereket, ilyen démonok szállták meg a földet, és akkor szépen különböző embereket megmenteni, folyamatosan támadják a bázis a démonok, de neked közben élelmet kell termelned, védelmet kell csinálnod, túlélőket kell keresned, és a közelben lévő városokat át kell kutatnod, tehát ez egy tök jó, tök jó ötlet, hát ötlet. Igazából erről szól gyakorlatilag az elmúlt három év mint indie gaming világa, de megmondom őszintén, hogy tök jó. Nekem tetszik. A másik, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy be lehet szerezni ingyen a Quake champion és nem emlékszem, hogy hogy egészen pontosan. Uh, lehet, hogy, lehet, hogy a Steam-en, majd a, a Facebookra mindenféleképpen kirakom. Kézzetek el, az történt még így a gaming témában, hogy egyik barátom, bár nem régen, nem annyira régen ismerem, de, de azért uh, azért a barátomnak tekintem már, megmondom őszintén, megajándékozott egy Ghost Recon Wildlands nevezetű játékkal. Leesett az állam. Én ezt próbáltam, amikor, amikor ilyen béta volt, meg ilyesmi, de ez ez, 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 nekem nagyon tetszik. Én nekem ez nagyon bejött. Én nem hittem volna. Amikor béta volt, akkor azt mondtam, ez egy trágyadomba. És most, most meg nagyon nagyon, 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 bejött, és kópozunk, és toljuk, és csináljuk. Amire lehet még számítani egyébként, az a következő pár hétben, a stalkernek a fejlesztői megkerestek, nem is értem, hogy. De általában én szoktam ugye megkeresni a kiadókat, hogy nem lehetne valamit esetleg csinálni, hogy mit én bemutatnám a játékokat, de Stalkernek a kiadója megkeresett, és hogy szerintük tök jó lenne, hogyha én csinálnék ilyen videósorozatot a Stalkerből, és hát megmondom őszintén, hogy ki fogjuk próbálni valószínűleg ezt a bulit, úgyhogy aki érdekel ez a vonal, az mindenféleképpen maradjon velünk. Shopkeep 2. Tudom, nektek a shopkeep az nem, legalábbis az én csatornámon nem volt nagy sikere. Ugye arra vetően arról szól a játék, hogy te egy ilyen varázsboltos vagy egy fantazi világban mindenféle különböző szerszámokat, ruhákat, páncélokat adsz és veszel. Az első részének a játéknak egy borzasztóan egyszerű dolog volt. Uh, viszont a második részében már... Sokat bonyolítottak rajta, ki lehet menni a városból, el lehet menni, talán neked is kalandozni, még nagyon az elején vagyok. Igazából a játék még nem jelent meg. Jövő héten fog, talán 24-én jelenhet meg egy videó róla, és meg is fog. Szerintem addigra mindenféleképpen fogok egyet csinálni. És és ki lehet menni, te is kalandozhatsz, de a fő tevékenység az, hogy te mondjuk ott a városban lévő boltot irányíts, akkor jönnek szépen a harcosok, varázslók, tolvajok, akiknek szépen a megfelelő felszereléseket el kell adni, életital, manaital, berendezed, lerakod, bútorok, mit tudom én. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon tetszett, hát meg meglátjuk, hogy mennyire fogja tudni hozni a második, se, a második rész, az első résznek ezt a ezt a, ezt a, ezt a, ezt a, rádragadós bulit. Van nekem itt egy Stay Alive Apocalypse, amit szót nem tudok kimondani. Ez egy török játék, de ezt nem fogom bemutatni nektek, mert ezt, öcsém, ezt biztosan nem fogom bemutatni. Megért az ember, hogy egy hónap, hogy, hogyha egy hónapon belül nem fogom bemutatni, nem érnek meg, és visszavonja a kulcsot, hát barátom vonjad. Nagyon szeretnék elitezni, Dávid barátomnak egy kicsit most összeomlott a otthoni bulia, úgyhogy ő, ővel szoktam egyébként elitezni. Úgyhogy vele most nem tudok elitezni. És nagyon jó lenne, hogyha találnánk egy embert, akinek megvan a Horizons, és lehetne vele elitezni. úgyhogy mondjuk ő ért hozzá, és akkor nekem nem kéne annyira. Na, majd meglátjuk a későbbiekben, hogy mi lesz. Most egyelőre ennyiben maradunk. Most meg is jött a kedvem a World of Tanks, úgyhogy föl is veszek egy részt. És hát remélem tetszik ez a kis vlogos, beszélgetős megoldás. Igyekszek mindig, minden héten csinálni egy ilyet, majd megkérem a feleségemet, hogy szóljon rám. Na, pá, puszi. Ja, igen, ha mindig elfelejtem. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, Írjatok kommentet, például ez alá lehet azt írni, hogy mi történt veletek mostanában, az elmúlt héten, beszéljük meg, írjátok le, hogy mi történt veletek az elmúlt héten. És nagyon fontos, hogy van nekem egy Facebook oldalam is egyébként, ahol egy csomó ingyenes, tehát amiről én tudok ingyenes játékot azt megosztom és különböző érdekes, tehát vannak ott olyan videók is egyébként, amik így nem kerülnek ki a YouTube csatornára, mert mondjuk elletrontva, nem jó minőségű, de valamilyen formában biztos van benne valami izgalmas, vagy érdekes, vagy vicces megoldás, és akkor azt oda fel szoktam tölteni. Na, most már tényleg megyek, úgyhogy pá, sziasztok!